A Fruskagorai maratonra 15 országból érkeztek résztvevők. A Popovicai startvonalnál a versenyzők között több gyermek és fiatal is volt. Melyik maratont választottad? 22 kilométeres második alkalommal, de már előtte mentem párszor rövidebbeket is. Versenyeztél is az előző években, vagy most először? Hát tavaly mentem ugyanerre a pályára, és az is ilyen versenyszerű, úgyhogy de tavaly eltévedtem, úgyhogy csak 9. lettem. A Tarcalhegy legtömegesebb rendezvénye két napig tart, és sokak számára holnap ér véget. A leghosszabb táv, amelyre jelentkezni lehetett, a 134 kilométeres volt. 2001 óta veszek részt ezen a maratonon. Most ezen a leghosszabban, a 134-en másodszor indulok. Többször voltam már rövidebb pályákon. Tavaly mentem először ezt a hosszút, most szeretném megismételni a pályát, illetve javítani az időmet. Már több ízben részt vettem a Fruskagúrai maratonon. Hosszú éveken át szinte állandó résztvevője voltam. Több ízben is értem el helyezést. Ha jól emlékszem, akkor 3 alkalommal voltam második helyen a leghosszabb távon, valamint egy-egy alkalomban megnyertem a 108-as és a 134 kilométeres távot. Most melyikre jelentkeztél? Idén nem készültem a maratonra, úgyhogy csak sétálni fogunk. A maraton célja a többi között a természetben töltött idő és az egészséges életmód népszerűsítése, fogalmaztak a szervezők, akik azt is elmondták, hogy a rendezvény kiemelt fontosságú a Székváros és a régió szempontjából is, mivel ez az egyik legrégebbi ilyen jellegű esemény Európában.